Úgy döntöttünk, hogy kisegítjük a YouTube-ot. Ezért minden nap megosztunk néhányat a Trendefem legjobb beszélgetéseiből. Kövesse a Trendefemet online is. Kultúra és gasztronómia. Arra gondoltam a minap 43 és fél fokban, hogy milyen jó lesne egy könnyű kis alkoholmentes, avagy alkoholos koktél, amelyik egy kicsit lehűsíti az embert, és el is határoztam a telefonkönyvben lapozgatva, hogy pár filacit behívom. Mondjuk nem vagyok boldog, hogy nem jött koktél a kezében, mert úgy is jöhetett volna, és ar arra kérem, hogy egy kicsit vágjon rendet a fejünkben azzal kapcsolatosan, hogy Ebben a nagy melegben mit ígyunk, hogyan ígyunk, hogyan készítsük el. Szervusz Látszik, köszönöm, hogy itt vagy. Színes annyi, üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően te bartender vagy, és a mobil koktél. Igen, a mobil koktélnek a tulajdonos. Koktél... Mi házhoz megyünk italokkal egyébként, hogyha szeretnéd, és van még két perc, kitok menni a kocsiba. Mert van benne minden. Előbb kellett volna gondolkodnod. De ha már itt vagyunk, és akkor le is jutom a, a ezt a labdát, hogy házhoz mentek. Nemrégiben Dubajban voltál, házhoz mentél. Így Mi van, hát amennyiben egy ilyen nagy luxus jaktot háznak lehet nevezni, már pedig lehet, uh, oda volt egy meghívásom, hogy a, hogy a csapatot tréningezzem, igazából ilyen alapvető koktéltudásra, hogy... De itt a házigazdát meg a feleségét? Hát nem, hanem ott azért van egy 20 fős staff, aki, ez itt egy 100 méteres jaktról uh, beszélünk, ami azért jó pár budapesti lakásnál is nagyobb, meg felszereltebb, és ott uh, hát magát a szerviz krút, úgymond, egy hatfős csapat, akik azért felelnek, hogyha a tulajdonos megérkezik. Valahonnan akkor gyakorlatilag éttermi a Michelin szinten kell kiszolgálják. És ezt az oktatást, ezt te végezted. Ezt igen. De akkor igen. ez azt jelenti, hogy te, ti, a céged már olyan szinten végzi ezt a tevékenységet, hogy a világ bármely pontjáról megtalálhatnak és hívhatnak? Én úgy gondolom, igen, nekem hál' Istennek van egy elég erős múltam a bár életben, mind itthon, mind megjártam Németországot, megjártam Amerikát, Mexikót, úgyhogy gyűlt fel annyi, annyi tudás, meg, meg, meg foglalkoztam megfoglalkoztam vele, mind coachinggal, mind oktatással, hogy ezt most már továbbadni. Ugye te szakember vagy ennek az egész koktélos világnak, te amikor hűsíted magad, akkor alkoholos vagy mentes koktélt készítesz magadnak? Ez nagyon, nagyon változó, de én szeretem az, az alacsony alkoholtartalmú italokat. Mert hogy azért én is most már kezdek idősebb korba lépni, tehát nem bírja úgy az ember, ahogy, ahogy 18-20 évesen, 8-10-15 gin egy nap. Hanem én is most már szeretek úgy, hogy, hogy könnyedem lazább italokat fogyasztani, ami egyébként trendé is kezd válni. Kimondtad a varázslót, a gin tonikot. valahol olvastam, hogy még a világon mindig ez a legnagyobb mennyiségben eladott italkeverék. Ez így van, rá, és a spanyolok a legnagyobb fogyasztók a világon. Az angolok azért követik őket rendesen, meg nyilván. De azt mondhatjuk, hogy a gina az angol, Anglia hazája? Mm, igen, illetve, illetve a spanyolok szintén. Tehát ők ketten igazából vezetik Le, ezt. De igen, abszolút London, illetve Anglia a bölcső, illetve Hollandia egyébként. És mi magyarok hol állunk gintonikilag? Egyre jobban. Hál' Istennek nagyon sok magyar gin is készül most már, és hál' Istennek egyre jobb minőségben is. Abszolút fel tudják venni a, a nemzetközi piacon a versenyt, illetve elég tisztes fogyasztók is vagyunk. A mai hazai gin termelők, bár erre most nem készültem, ők alapvetően pálinkát készítenek, és onnan nyergelnek, hát néha-néha délutánonként dzsint készítenek. Igen, azért 90%-ban ez onnan indult, hogy pálinkát készítettek, és akkor begyőzött az, hogy na, készítsük dzsint is. Nyilván van a főzdének egy kapacitása, egy gyümölcszezonban Igen, pálinka, Igen. de hogy lehet használni a főzdét, több-kevesebb sikerrel. Hál' Istennek egyet többel. Ugye említetes a spanyolokat és az angolokat, de ennek ellenére például te orosz dzsinnel dolgozol. Orosz dzsinnel is. is. Egyébként. Igen, igen, igen. Mi nagyon-nagyon a rendezvénye szabjuk a kínálatot, tehát Dolgozunk külföldi megrendelőkkel is, ahol mondjuk egy orosz gint nem tudunk használni, vagy éppen olyan jellegű a rendezvény, hogy afrikai gineket kell használni. De bocsáss meg, azért nem tudtok orosz gint használni, mert mert azt nem ismerik, vagy most a politikai a helyzet inkább olyan, a hogy a inkább a politikai ennyire begyűrűződik ide is? most már nem olyan durva, a tavalyi évben azért volt pár olyan rendezvényünk, ahol oda kellett figyeljünk arra, hogy semmilyen orosz terméket nem tudtunk kivinni, főleg, a, főleg az elején, tehát a tavalyi év, azt hiszem február, március, valahogy így, akkor ilyen nagyon nagy őrület volt, mint Amerikában például orosz vodkákat öntögettek ki, stb. Nyilván nálunk nem volt ez ennyire durva, de volt olyan, hogy... Jó, hát emlékszem rá, az abnormalitás határát súrolta az, amikor az egész konfliktus kirobbant, hogy például orosz zeneszerzők műveit nem akarták játszani, Csajkovszki, Rémszki, korszakok, tehát komolyan mondom, az, az ész megáll. De az, hogy mondjuk kijöntenek orosz vodkát, ez a tiltakozásnak egyik formája lehet, aztán akkor a világ egy picit majd úgyis másfele jár, és másfele fordul. Jó, az orosz gin? Jó az orosz gin. Határozottan egyébként nagyon felkészültek mindenféle ital gyártásból. Nyilván a vodkával hatalmas tapasztalatuk van, technológiailag nagyon fejlettek, és, és mindent el tudnak készíteni. Most nem úgy volt szerencsém testközelből megnézni, hogy gyakorlatilag minden olyan márka, ami kivonult, ők már reprodukálták. Aha! És pedig nem is kínaiak. És pedig nem is kínaiak. De hát óriási az iparuk, felkészültek, technológiák hogy mondtam, fejlettek, és gyakorlatilag mindenre azonnal volt uh, válaszuk. De Tehát ilyen szempontból a szankció nem biztos, hogy uh, megállt, a, megállt a És helyét. mondjuk itt a fronton is készítenek kólát? Abszolút. Nagyon érdekes a helyzet, mert Szentpéterváron például a kólás hűtőben vannak már az orosz kólák. Mert a hűtő maradt a kóla kiment, de ugyanúgy használják. Igen, a gin pedig ugye, ugye készítik. Szóval ott tartottunk, kanyarodjunk vissza, hogy ugye alkoholmentes és nagyon gyenge alkoholtartalmú koktélokat érdemes ilyen melegben inni. Neked melyik a favorite -od? Tehát melyik a kedvenc koktélod, amivel te azt mondod, hogy te magadat leginkább le tudod hűsíteni? Nekem a vermut tanik vagy a vermut szóda. A vermutnak egyébként is van a most. Né, a vermut, az nem egy szitokszó? Ö... Az Évát ne tegyük elé. <laughs> Sajnos az Éva Vermut miatt azért itthon van egy nagyon rossz uh, renoméja, de szerencsére nagyon sok embernek a munkája van abban, hogy, hogy kezd nagyon-nagyon visszatérni, sőt, most már magyar vermutok is újra szép lassan uh, kezdenek majd megjelenni a piacon, hála Istennek, mert annó egyébként a magyar vermut még a kommunista időszak előtt egy, egy nagyon nagy, nem volt egy szó iszonyatosan jó boraink voltak, és nagyon jó vermutat is készítettünk, mint, és ezt exportáltuk is Németország, Ausztria, Bízom benne, hogy ez vissza tud jönni. Hát igen, ez a 60-as, 70-es évek emblematikus terméke volt az Éva Vermut, azt lehetett kapni, azt lehetett inni, azt hiszem volt belőle kicsit bordósabb, meg volt belőle fehér is talán, vagy csak egy színű, egy színű lehetett. Ez magának a Vermutnak a kategóriájától függ, színezve van egyébként. De ha már, igen. Mert hogy mindegyik fehér szőlőből készül, a vörös Vermut is színezve van. Azt akartam kérdezni, hogy hogyan készül a Vermut? A vermut maga egyébként egy felerősített likörbor, ha, ha így nézzük, tehát alapvetően bor az alap, ehhez adunk ö, fűszereket, illetve valamilyen alkohollal gyakorlatilag az alkoholfagát megemeljük. Ez történelmileg igazából onnan alakult, hogy egyébként nagyon rossz minőségű borok voltak, uh -huh. tehát valami, valamiket bele kellett dobálni ahhoz, hogy iható legyen. Ez legyen méz, kakukfű, zsája, teljesen mindegy, mindenféle fűszerek. És meg kell temelni az alkoholtartalmát, hogy eltartható legyen. És lényegében meg vagyok. Ha már a vermutot ide citáltad, akkor uh, én mondjuk nem vagyok nagy vermut fogyasztó, egyszer-kétszer, ha ittam, akkor az emlékeimből kutakodom, akkor az édesség az, az ilyen, ilyen meg kell, hogy jelenjen mondjuk egy koktélban. Gondolnám ezt azért, és a kérdőjelet oda teszem a végére, mert ugye azt gondolnám, hogy, hogy inkább citrusos legyen, savanyú legyen, mint hogy édes egy hűsítő koktél. Én pont ezért szeretem a vermutot, mert nagyon-nagyon sokrétű. Tehát, mind a mellett, hogy például a vörös vermutnak van egy cukortartalma, van egy édessége, hiszen nem száraz vermutról beszélünk, viszont rengeteg olyan fűszerrel tudnak játszani, ami miatt azért tud lenni egy, egy, egy savas érzete. Attól is függ például, hogy milyen borból készítjük, hiszen egy bor is tud lenni azért savasabb, ásványosabb, stb. stb. És hát nem mindegy, hogy mondjuk szódát használunk mellé, milyen tonikot használunk mellé, igény szerint tudunk bele citromlevet is tenni. Értem, és akkor a te vermut alapú koktélod az, hogy néz ki? Milyen összetevőkből áll? Ez a legklasszikabb, egy nagyon, nagyon ízletes vörös vermut. Egyébként ebből is most már hálisan nagyon sokféle van itthon. Ö, nagyon sok jég. Ez minden koktélnál fontos, hogy nagyon-nagyon sok jég. És ö, valamilyen jó száraz, lehetőleg cukormentes tonik és szépen összekeverjük, narancsnak Citrom, a, narancs? vagy narancsnak, vagy citromnak a héját érdemes levágni, miután megtisztítottuk, és annak az olaját harányomjuk, ez egy iszonyatosan jó aromát ad egyébként. Ha már itt tartunk, és egy pár perccel ezelőtt itt a trend szó is elhangzott tőled, mik a világban most a koktéltrendek? Um... Vagy eheb, inkább azt kérdezem, és akkor talán könnyebb a válasz, hogy mennyiben változott mondjuk az elmúlt napokban, vagy az elmúlt években, évtizedekben? Folyamatosan változik, hála Istennek. A, a maga a koktélvilág kezd nagyon-nagyon feltörni, nagyon-nagyon felélénkült. Ezt itthon is láthatjuk, hiszen rengeteg új bárnyilik. Ha megnézzük mondjuk 2015-ben, 2016-ban gyakorlatilag egy vagy két hely volt Budapesten, ahova be lehetett térni, és mondjuk egy olyan koktélt kérni, ami mondjuk uh, mehettemben vagy Párizsban már elterjedt, hanem tequila száraz, pinyakaláda, mohítót, tehát ezek meg voltak. Három, igen. Mindenki úgy ismerte a koktélokat, hogy ezek cukros löttyök. És hál' Istennek a 17-18 tájéken elindult egy nagyon Há, bocsánat, jó. Bocsánat még ráadásul, emlékszem rá, hogy volt -e a Jim Fizz vagy a White Lady volt, aminek még a, a pohárnak a szélére még cukrot is ö, 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 raktak? Vagy volt? Hú, ha nem is. Ezek, jó, az nem a 70-es, 80-as években volt, amikor mi, mi megpróbáltunk ilyen italokat kóstolgatni. Volt volt, volt ilyen, ilyen, és még mindig létezik. Akár még jó is tud lenni, de, de azért így a cukorra oda kell, oda kell figyelni. És kik, kik súgják, vagy kik írják a trendeket? A világ mely pontjáról? Amerikából? Mondjuk Dél-Amerikából, vagy Európából? Ameri Amerika és London, illetve Párizs még mindig a, az élen jár, de Ázsia nagyon-nagyon fejlődik. Tehát ott azért már Szingapur például, de akár Japánban Tokió, tehát Ázsia nagyon-nagyon-nagyon jön fel. És Ázsia mit tud hozzátenni? Ízben tud hozzátenni? Összetevőkben? Alapanyag használatban nagyon érdekes alapanyagokat tudnak használni, illetve ízkombinációk, de egyébként ezek a bárok, amik így diktálják a trendet, inkább azt mondom, hogy, hogy mind gazdasággal is megengedhetnek olyan technológiát, hiszen itt már bárok rendelkeznek, desztillálógéppel, olyan konyhai eszközökkel, amiket lehet, hogy itt Budapesten még így most kezdünk látni. És mi alapvetően a konyhát követjük. Tehát a bartenderek mindig így a, így a séfek után futnak egy picit, és a konyha technológiát kezdjük el használni italban. Ez legyen szuvidálás, ez legyen fagyasztás, ez legyen... Ne, áj, 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 egy koktélkészítéskor mit kell szuvidálni? Öm, például mi pinyakoládát készítettünk szuvidálva. Kó, kókusztej, rúm, különböző fűszerek, és szuvidával össze lehet főzni. És nagyon-nagyon szépen összeállnak, és összeérnek az ízek egyébként. Ezt hány fokon történt, hány percig? Ez egy egy-két órás folyamat, körülbelül 60 fokon. Aha. Soha nem hallottam még tehát nagyon a konyha nagyon-nagyon-nagyon betölt, készítünk habokat, ö, ugyanúgy, ahogy mondjuk az ételre, ugye ezeket a nitrogén patronból rányomjuk a pici habot, úgy, is, úgy már a koktéloknál is ö, léteznek különböző, akár egy mentahab, de elkezdtünk már használni olyan konyhai alapanyagokat, mint ecet, például jó minőségű, nyilván nem hát arra az gondolok, persze. amivel takarítani szoktunk. Igen, de hanem... az a azok abszolút ott vannak a konyhai gasztronómiában. Igen, igen. Vagy akár olyat, mint egy verzsű, a zöld szőlőlé, amit mondjuk egy citrom helyett tudunk használni, hiszen ugyanúgy van egy savassága, és, és egy extra dolog tud lenni. Nálunk ez még picit gyerekcipőben jár, viszont egyre jobban látszik, hogy az alkoholmentes, illetve alacsony alkoholtartalmú italok térhódításával, ezek egyre jobban lépnek be, hiszen az emberek kezdték megmondani, hogy ah, citrom, ah, lime, és nyúljunk olyanhoz, ami, ami a, extra. A koktél trendeknél érződik az a mondás, hogy keresd a nőt, a fam. Tehát, hogy a, a nőkre pozícionálnak koktélokat? Hiszen amennyire én tudom, azért mondjuk a 30-as éveiben járó fiatalok azok talán a legnagyobb koktélfogyasztók lehetnek az egész világon, nem csak Magyarországon. A, az én tapasztalatom alapján, nevezünk koktélokat férfi vagy női koktéloknak, de Na, igen. A, én azért azt látom, a férfi hogy ez egyébként az nem, fél, állja, fél nem állja a... meg a helyét egyébként. Tehát például itt van egy nagyon-nagyon egyszerű példa, Cosmopolitan. Sex és New York, mindenki tudja, Carrie Bradshaw, gyönyörű pink. Alapvetően azt várna az ember, hogy ez egy édes, gyümölcsös ital. Igazából ez egy erős, savanyú ital. Tehát, ha így nézzük, egyébként egy férfias, csak annyi, hogy pink. De én, a, ahogy látom a vendégeinket, és ezért megfordul, hál' Istennek nálunk, vagy, vagy mi fordulunk meg náluk, ilyen 20-25 ezer ember évente, nagyon nehéz azt mondani, hogy férfi vagy női ital. Tehát a nők ugyanúgy fogyasztanak erőteljes férfias italokat, ahogy a férfi rögbi válogatott megissza az összes pinyakoládát. Ah, oda teszed eléjük. Ha már itt a nemzeti sajátosságok szóba kerültek, akkor például készítettél már olyan koktélt, amiben paprika került? Igen, pont a, most volt az Európa Liga döntő Budapesten, és a, az előtte való este volt egy gála a résztvevőknek, illetve az országok delegációinak, és nekünk volt szerencsénk kiszolgálni őket koktélokkal, és itt a kimondottan egy ilyen hungarikum projekttel készültünk, csak és kizárólag magyar pálinka, magyar uh, uh, unikum, magyar gin és csakis magyar hungarikum alapanyagok, mint például kamilla, uh, akácméz, uh, így a paprika, és például a, a piros paprikából készítettünk szirupot. És, és az úgy... pár csöp került bele? Hát egy öt vagy paprika volt, vagy édes paprika? Nem, ez a klasszik magyar, uh, magyar. édes paprika. Nyilván ebből egy jó minőséget kell használni ahhoz, hogy, hogy olyan olyan aromás legyen, de nagyon sok olyan alapanyagunk van, amit nagyon jól. Például a kamilla egy fantasztikus alapanyag. Azt tudom, hogy szabadidőben nagyon sokat foglalkozol azzal, hogy új dolgokat találják ki. Most mind dolgozol? Mi jár a fejedben? Hát most leginkább a, a, így a vendéglátás aktuális problémáira próbálunk, és főleg az ember hiány, hogy... Hogyan, hogyan tudunk minél több embert gyakorlatilag konzisztensen, ugyanolyan minőségben kiszolgálni. Hál' Istennek erre, meg, erre most már egyre több olyan alapanyag van, amit érdemes használni. Tehát már elérhető a boltokban. Ez megkönnyíti azt is egyébként, hogy aki otthon elkezdjen italat csinálni, például ízesített szódák, vagy olyan ö, előre elkészített alapanyagok, amivel gyorsan lehet dolgozni. Szóval a koktélbumja az megállíthatatlan, és a nyár kedvenc tud lenni az idén is megjövőre is? Abszolút. Ráadásul most már azoknak is rengeteg verzió van, akik nem isznak alkoholt. Vagy azért, mert akár terhesség, akár bármi olyan ok, miatt nem tehetik meg, például vezetés. Ö, nagyon nagy trendje van most már akár az alkoholmentesített boroknak, ö, vagy akár alkoholmentesített zsineknek, párlatoknak. Szóval ez egy olyan világ, ahol bárki azt csinál, amit akar, ha összekever olyan alapanyagokat, amelyekből egy jó koktél tud készíteni, akkor ő elkészítette élete legjobb koktélját. Itt az a legfontosabb, hogy a, hogy a vendégnek tetszedje, meg a vendég ízlése szerint legyen. Az, hogy én mit szeretek, Igaz. igazából senkit nem érdekel. Köszönöm szépen, Pál Filaszló volt a vendégem, Bartender, akivel azt próbáltuk megfejteni, hogy milyen trendek vannak a koktélok világában. Ma, de hát a gin tonic az még mindig lehet a szíthatatlan. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Menni, enni! Turizmus, kultúra és gasztronómia.